mennyből az angyal. A melegen fűtött szoba ablakából nézte az ezüst fehérbe öltözött tájat. Idén valahogyan, az elmúlt évekhez képest szokatlanul sok hó esett, ami mindent vastag, fehér bundába öltöztetett. Közeleg a karácsony, az évvége, és vannak emberek, akik ilyenkor amolyan összegzést végeznek magukban. Miként gyarapodott a gazdaság? Hogyan fejlődtek a baromfi udvarálatai? A vetések, a virágzó gyümölcsfák milyen örömöt vagy bosszúságot hoztak? A falusi ember más értékrendet követ, másként éli hétköznapjait és ünnepeit. No, és ami a legfontosabb egy családban, a gyermekek ők mennyit fejlődtek testben, lélekben és tudásban az elmúlt egy év alatt. Büszkén nézett rajtuk végig, és örömmel állapította meg a változásokat. Amióta férje meghalt a háborúban, hárman éltek a családban. Közel lakott a falu központjához, ahol egy parányi kis templom hívta imára az itt élőket. Kicsit távolabb volt egy Y-alakú utca, melyet a helybeliek tréfásan csak gatyaláb utcának kereszteltek el, közel folytak a kerkapatak, amely időnként megáradt, és az udvarokat is elöntve sok kárt okozott. Előfordult olyan esztendő is, amikor ez két alkalommal megismétlődött. A vízparton bőségesen nőtt a fűzés nyárfa. Ezekből a fa melencét és disznóvágásnál használatos sózóteknőt lehetett készíteni. Nyaranta egy házas pár érkezett, akik ezzel foglalatoskodtak. A férfi sötétbarna képű, a nő rendkívül fehér bőrű és szép arcú volt. Tarkaruhája és fejkendője eltitkolta éveinek számát. A férfi készítette a falusiak udvarán az előbb említett fa alkalmatosságokat, edényeket. Nagy vászontáskájából elővette a faragó baltát, vésőket és egy kis kapához hasonló különleges szerszámot. Ezzel mélyítette a tekenyőt. Valami elmondhatatlan hozzáértéssel. Minden csapás után csak úgy fordultak ki a forgácsok a nyersnek tűnő fából. Kevés pénzt és élelmet kaptak a munkáért. De ők készítették a különböző méretű fakanalakat is amikor nem végeztek el egy nap alatt, a szénás pajtában kaptak helyet éjszakára. Az emberek a férfit csak Józsefnek szólították. Ő békésen tűrte, pedig lehet, hogy nem is ez volt a valódi neve. Aztán, amint érkezett, olyan hirtelen tűnt el a pár. Hosszú időkre. Csak a decemberi és a januári disznóvágások idején bukkantak fel újra Ilyenkor az asszony szép, cikornyás beszéddel elkérte a disznógyomrot, és nagy örömmel távoztak. Azon a télen hihetetlen nagy hóbuckákat épített a vihar, és a szokatlanul hideg időt a csípő szél még elviselhetetlenebbé tette. Aki csak tehette, a házában maradt, az ebek is elbújtak, és nem nagyon hallották hangjukat csend volt, karácsony előtti várakozás. A leltár készítés mellett van idő átgondolni azt is, kit bántottunk meg szóval vagy cselekedettel. Ilyenkor a becsületes ember talán bűnbánatot is érez a történések miatt. Kint már haloványlámpa pislákolt. Sötétedett, de azért végletet látni a vékony utcán. A kora esti csendet a kutyák iszonyatos ugatása verte fel. Az út végén két imbolygó alak tűnt fel, akik egyik kaputól a másikra jártak. Volt ahonnan, elkergették őket, és olyan hely is akadt, ahol szóra sem az idegeneket. Olyan is akadt, aki a fényt eltakarva a lakásban, azt a benyomást keltve, mintha nem is lennének otthon szemmel láthatóan egyre nehezebben vonszolták magukat, de az ajtók csak nem nyíltak meg előttük. Ahogyan közeledtek a falu belsejébe, a kutyák egyre nagyobb zajjal fogadták őket. – Kik lehetnek ezek a fura alakok? – kérdezte az asszony gyermekeitől, amint bámultak ki az ablakon. Közelebb érve látta, amint egy férfi és egy összegörnyed női alak bontja ki magát a sötétségből. Elhúzta gyorsan a függönyt, hogy ne lássák, de már késő volt. A férfi nem bírta tovább vonzolni a nőt, aki ájultan pufant a hóba. A házból az asszony kabát nélkül futott ki a dermesztő hidegben, az ajtóból két kisgyereke nézte a történéseket. A férfi fáradtságtól kimerülve mondta el, hogy párja az utolsó hónapban van, és hamarosan szülni fog. Az istálló és a ház közötti kamrában találták magukat, ahol jó meleg volt, mert itt főzték az állatok ételét. Amint a ruhák lekerültek, a házigazda akkor ismerte meg őket. A teknővájú József és párja voltak édes terhét idáig cipelte csak, mert hamarosan a hideg téli éjszakában egy csepp gyermek harsány hangja jelezte, hogy megérkezett ebbe a szép új világba. Ellátta őket meleg ruhával, élelemmel, tejjel, mindennel, amit ő letelt. Így köszöntött be karácsony szentestéje. Kint ordító hideg, bent emberséges meleg. Két napot maradtak még aztán összepakolták szegényes dolgaikat, és úgy már hármasban indultak neki az ismeretlennek. A gazdasszony kezét jobbról, balról gyermekei fogták, amint utána tekintettek a nagy hóbuckákon átgázoló párnak. Szemes arkából egy gyöngy kezdte meg lassú mozgását, aztán egy másik is. A fény megtört rajta, és aranyos szikrázással, mint ha valami csíkot húzott volna. Majd megállt, és csillagként ragyogott. Arca kellemesen melegedni kezdett, és valami nagyon-nagyon puha ölelést érzett, amely mindhármukat betakarta. Nem látott semmit, de tudta, érezte. Ez... Nem lehet más, csak a mennyből egy angyal.